A Thuja Orientalis a keleti tujából lehet itt látni egy nagyon szép sort. Ha ide mellé állok, akkor ugye hát körülbelül itt lett a 2 méter, tehát ez most már 2,5 méteres, és azt lehet látni, hogy ezt nagyon-nagyon szépen sűrűn ültették, gyönyörű, és egyébként pedig, hogyha itt ide jönnek, akkor itt lehet látni ugye egy drótkerítést, tehát itt mögötte egy kertecske van, mégpedig egy szőlő, és azért jó innen megnézni, mert lehet látni, hogy ez kérem szépen, ez majdnem egy méter széles, és ami még izgalmas, hogy sokan kérdezik, hogy jó, hát ott a drótkerítés, hova ültessék? Hát így, ahogy van ide be, mert itt egész egyszerűen csak fogjuk, és ezzel a sövényvágó ólóval a drótkerítésnek a mentén itt gyönyörűen végig lehet gyakorlatilag vágni az egészet, és hát látják, nyugodtan jöjjenek közelebb, és nézzék meg, hogy mennyire fantasztikus, dús és sűrű a keleti tuja minden igénytelenségével együtt, tehát a Thuja Orientalis, vagy a Biota Orientalis, az életfa, nevet is kapta ugye magyarul, egy rendkívül ellenálló növény, fiatalkorában, és különösen akkor szép, hogyha ha nyírva van. Szóval az a helyzet, hogy a vasútállomásokon meg sok minden máshol lehet látni. Edi? Sok minden máshol lehet látni, hogyha most ide szembenéznek, akkor ez is itt egy keleti tuja, és hát látszik, hogy ugye ki van ritkúban, talán itt a diófa árnyékában, meg stb. És az is lehet, hogy ez valamiféle fajtája a Thuja Orientalisnak, ezt én már így most nem tudom. Egy viszont biztos, hogyha ez öntözve van, egy kicsit a párásításra odafigyelnek, tápanyagban van, sűrűn van ültetve, és jól van nyesve, jól van nyírva, akkor tulajdonképpen még azt is megkockáztatom, hogy ilyen kisebb felületen mondjuk sokkal előnyösebb, mint mondjuk egy smaragdtúja, vagy mondjuk egy leillant ciprusúja. Kérem szépen, a keleti tujából egy ilyen nagyon szép tömör, zömök, átláthatatlan, áthatóhatatlan, fantasztikus, sűrű sövénysort lehet, örökzöld sövénysort lehet létrehozni.